meg a Pacsai Márk, itt készítettünk egy dalt, ezt a dalt, az a címe, hogy Tonight, és akkor gondoltam, hogy talán kellene bele egy kis rap rész a végén, és hogy felpörgesse. És akkor felhívtam a Alexander Bardot, aki már írt nekem egy dalt fél év ezelőtt, és nagyon jó barátok lettünk, és megkérdeztem tőle, hogy ismere egy rappert, aki segíthetne ebben. És akkor mondta, hogy a Rapstar. I got the email, the first thing I heard before I checked YouTube was the actual song, Tonight. And I thought, this is top-notch quality for any international artist. So I started looking on the shop on YouTube, and I found the I Love You record, and I thought that was an instant classic as well. So for me, it was a surprise, but I'm definitely impressed. Rapstar-nak a producerje az a DJ Payne One, aki dolgozott már olyanokkal, mint a Beyoncé, most csinálta a 50 Cent-nek a legújabb lemezét. Ő csinálta ebbe a dalban a Rapstar-nak a rap részét a dalban, úgyhogy ez egy co-produkció volt, hogy én meg a Mark megcsináltuk a dalt, és akkor a rap részét, meg az a DJ Payne együtt. A Indiannal akartam ezt a klipet csinálni, és vele csináltam. Nagyon fontos nekünk, hogy ez a klip nemzetközi színvonalú legyen. A legtöbb ilyen pörgősebb szám diszkókban vannak forgatva. Mi gondoltuk, a természetbe csináljuk, és olyan ilyen szabad érzés kapnak az emberek. Hi, this is Jared from 30 Seconds to Mars, and you are watching Neon, right here, on Neon. Shake that. Igaz, hogy mondják, hogy tejfog nem karcol, de nem lehet, nem szabad. Nem a Snoop Dogg. Ja, please. Neon. Und. Who? Jack.